Köszöntöm Önöket, a Fogadórát látják. A mai adásban a közelgő országgyűlési választások kapcsán fogom áttekinteni vendégemmel a kormány által az elmúlt hónapok során hozott minden korosztályt érintő legfontosabb döntéseit. Üdvözlöm a stúdióban Dunai Mónikát, Rákosmente és Kőbánya országgyűlési képviselőjét. Üdvözlöm, jó napot kívánok Önnek is és a Rákosmente TV minden kedves nézőjének. Ahogy tehát én említettem a felvezetésben, most olyan fontos döntésekről fogunk beszélni, amelyek tényleg túlzás nélkül minden korosztály számára kedvezően fognak hangozni. De mielőtt akkor ezeket jobban kifejtenénk, ha általánosságban meg tudja nekem fogalmazni, ezen fontos döntések milyen célt szolgálnak? Minden döntésünkkel az emberek életét szeretnénk megkönnyíteni. Így a Rákosmenti és Kőbányai fejlesztésekkel is, és így az adócsökkentésekkel és a béremelésekkel is. Valóban a február olyan, amikor szinte minden korcsoport már az emelt juttatását tudja megkapni. Ez vonatkozik arra is, a nyugdíjasok most már februárban másodjára kapják meg az emelt nyugdíjukat, és emellé a napokban kapják meg a 13. havi nyugdíj teljes összegét. Ezen kívül a 25 év alattiak is most a februári fizetésükkor fogják azt érezni, hogy 20-30-40 ezer forinttal is több a fizetésük, mert egy fillér személyi jövedelemadót nem kell fizetniük. Az emelt minimálbér és a szakmunkás minimálbér is már érvényesülni tud ebben a hónapban a megkapott fizetéseken és a pénztárcákban. Ezen kívül a családok is most kapják februárban vissza a tavalyi évben befizetett személyi jövedelemadójukat, ez valóban több százezer forintot fog majd jelenteni. És emellett több ágazatban, ahogyan a béremelések folytatódnak, szintén 10-20%-os fizetésemelés összegét kapják meg a februári fizetésükkel együtt. Nagyon fontos, hogy a gazdaság fejlődéséből mindenki ki tudja venni a részét. A gyermekek is, a családosok, a nyugdíjasok is, hiszen a tisztelet és a mi megbecsülésünk az arra kötelez bennünket, hogy bár ők ma már nem termelnek legtöbb esetben új gazdasági javakat, az ő életük egész végig, több évtizeden keresztül arról szólt, hogy építik, szépítik ezt az országot, így Rákosmentét és Kőbányát is. Ezért nagyon fontos, hogy rájuk is gondoljunk. Ha már akkor úgy elkezdtem mondani ezeket a fontos döntéseket, bontsuk ezeket ki egy kicsikét jobban, és az illendőség úgy diktálja, hogy az idősekkel, szépkorúakkal, nyugdíjasokkal kezdjünk. Ugye valóban éppen ezen a napon, tehát február 11-én történik meg ugye a teljes 13. havi nyugdíj átutalása, valamint február 9-én kezdődött meg ugye a postai kézbesítés, és én azt gondolom, hogy eme döntés mellett tényleg nincs kétség, hogy ez mindenki számára kedvező, viszont mondhatjuk azt, hogy a baloldal ezt viszont nem támogatja? Nagyon csodálkoztam rajta, hogy nem támogatja, és most is nagyon csodálkozom rajta. Bár hogyha logikusak vagyunk, és az ő gondolkodásokba beilleszkedők, ők ezt 2010 előtt elvették, visszavonták. Ilyen módon következetesek a döntéseikhez, csak sajnos a rossz döntésekhez következetesek. Mi erkölcsi kötelességünknek tartottuk, hogy amint a gazdaság megengedi, a gazdaság fejlettsége megengedi, akkor visszaadjuk ezt a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat. Mi azt gondoltuk, hogy ezt fokozatosan lépésenként fogjuk tudni majd megtenni. Minden évben egy-egy héttel több nyugdíjat adtunk volna vissza a nyugdíjasoknak, de szerencsére most arra elértük azt az állapotot, amikor nem roppan össze a gazdaság, hanem meg tudjuk azt tenni, hogy a teljes 13. havi nyugdíjat megkaphassák a nyugdíjasok. Nem kegyről van szó, ez a nyugdíjasok megérdemelt, az egy életen át ledolgozott munkaéveiknek, évtizedeiknek a gyümölcse, és a mi megbecsülésünk és tiszteletünk jele is, hiszen ők tettek ezért a kerületért, tettek Rákosmentéért, Kőbányáért, a nyugdíjasok tettek egész Magyarországért, a nagyszülők, dédszülők pedig még a háború idején és a háború utáni újra építésben is kivették a részüket. Nagyon nehéz életük volt. A 90 után születetteknek ez már egy kicsit távoli, de ők is mindannyian nagyon nagy köszönettel tartozunk az idősebb generációknak.
Ha már a tisztelet és a megbecsülés szót ugye említette, a járvány alatt szintén az egyik legnagyobb terhet ugye a családot, illetve gyermeket nevelő szülők viselték, és számukra kedvező ugye az adó visszatérítés, amely mondhatjuk akár, hogy így szülőnként, családonként több százezer forintot is jelenthet? Ez így van, és ez sem egy adomány. Itt arról a pénzről, arról az összegről van szó, amit tavaly 2021-ben befizettek az édesanyák, édesapák. Amikor a gazdaságot erősítjük, amikor a családosokat erősítjük, akkor nagyon fontos, hogy a járvány alatt elszenvedett negatív hatásokat mindenki ki tudja küszöbölni, ezért éreztük azt, hogy szükséges, és meg is lehet tenni a gazdaság állapota miatt, hogy ezt a tavaly befizetett személyi jövedelemadót minden családosnak visszafizethessük. Ez megint csak egy olyan, nem csak jelképes, részben jelképes tett is, hogy mi megbecsüljük a családokat, a gyermeket, nevelőket, és azt szeretnénk, ha ne lenne teher a gyermeknevelés. Ugyanakkor egy olyan anyagi segítség is, ami az előbb említett filozófiából, hogy a gazdaság teljesítőképességéből mindenki egyformán részesüljön, és ne kerüljenek hátrányba a családosok. Őket is segítjük ezzel a visszafizetett összeggel. Azt megint el lehet mondani ezzel a döntéssel kapcsolatban is, hogy a baloldal ezt sem támogatja? Igen. Így röviden comment, no comment mondhatnám, hiszen ezt nem is nekem kell eldönteni, hogy ez vajon jó az embereknek, hogyha vannak olyan politikusok, akik nem támogatják azokat az intézkedéseket, amelyek egyébként az emberekért születnek, és ami még egyszer hangsúlyozom, nem adomány, hanem a társadalmi tehervállalásnak a részeként kapják most vissza ezt az összeget. Nagyon csodálkozom, hogy ezt mivel tudják megindulni. Én azt gondolom, hogy mi politikusok azért vagyunk, én magam legalábbis úgy gondolkodom a saját politikusi rákosmenti lokálpatriótaként, és rákosmentéért és kőbányáért dolgozó országgyűlési képviselőként, hogy az emberek javát szolgálja, és az emberek javát szolgálja minden olyan intézkedés, amely akár a fejlesztésekben, akár a családoknak, az embereknek, a gyerekeknek, időseknek juttatott adó csökkentésekben és béremelésekben jelenik meg. Azt gondolom, ez a kutya kötelességünk, hogy az embereket segítsük. Mi nem szeretnénk azt, hogy a brüsszeli vagy bármilyen idegen hatalmak által irányított elveknek megfelelően kelljen dönteni. Mi szabad akaratunkból döntünk, én is szabad akaratomból és a rákosmentiek és kőbányaik felhatalmazásával döntök. Engem azzal bíztak meg az emberek, és az esküm is arról szól, hogy a magyarok érdekét és javát fogom szolgálni, és ezen belül természetesen a rákosmentiek és a kőbánya életét segítem. Én ezért lettem képviselő, és én ezt ajánlom a jövőben is a rákosmentieknek és kőbányaiaknak, hogy értük fogok dolgozni, és nem idegen kívánalmak és hatalmak utasításait szeretném követni, hanem a rákosmentiekét, a kőbányaiakat és a magyarokét. Nézzünk akkor egy másik kedvező döntést. Ugye a kormány célja, egyik fontos célja a munkaalapú gazdaság megteremtése. Ennek okán ugye számos tárgyalás volt a munkáltatókkal és a munkavállalókkal, aminek a vége tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az lett, hogy a minimálbért és a garantált bérminimumot a lehető legnagyobb mértékben sikerült megemelni. Valóban ilyen kemény tárgyalások voltak ezek, hiszen itt nem egyszerűen egy kormánydöntésről lehet szó, hiszen a kormány szeretne valamit, nyilván nekünk az az érdekünk, hogy az embereknek minél magasabb legyen a jövedelme, ugyanakkor a munkáltatóknak ebben döntő szavuk van. Ők ezt a megállapodást meg tudják kötni, a munkáltatók és a munkavállalók, avagy nem. Mi ebben igyekeztünk egy olyan segítőkezet nyújtani, hogy az elsődleges cél, hogy a munkavállalóknak növekedjen, és a minimálbér minél magasabb legyen. Most már ugye 200 ezer, illetve 260 ezer a szakmunkás minimálbér. Ez olyan magas összeg, mint 2010-ben, még a baloldal utolsó évében, az átlagbér volt.
és most pedig csak minimál bérről beszélünk. Úgyhogy ez igen nagy lépés. Ezt is örömmel láttuk, hogy az a gazdaságpolitika tudta produkálni, amelyet sok károgás ellenére még 2010-től bevezettünk. Ennek az eredményei jönnek. Amikor válság van, vagy a járványhelyzet volt, akkor mi nem a családokkal akartuk megfizettetni ennek az árát, hanem a gazdaság teljesítőképessége mindenkinek a tehervállalására szükség volt. Szükség volt a városoknak, az önkormányzatoknak a tehervállalására is. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy valamilyen adót egy városnál mi csökkentettünk felére, vagy azt egy adott évben nem lehetett beszedni, akkor ez lehet, hogy egy város esetében bevételkiesés, ugyanakkor hatalmas, óriási segítség azoknak a kisvállalkozóknak, azoknak az embereknek, akik ezt nem kellett befizetniük a saját városuk felé. Úgyhogy a mi gondolkodásunk az mindig abba az irányba hatott eddig is, és most is, és a jövőben is, hogy egy olyan kompromisszumot tudjanak a munkáltatók, a munkavállalók kialakítani, amelyben a nem jár rosszul azért a munkaadói oldal sem, ugyanakkor a lehetőségek szerint a lehető legjobban járjon a munkavállaló, vagyis az emberek, akik egészen, akár 18 éves koruktól egészen nyugdíjukig, vagy sokkal még nyugdíj után is dolgoznak, tudnak részesülni. És itt nagyon fontos még a minimálbér emelésen kívül az az újonnan bevezetett és januártól élő döntésünk is, hogy a 25 év alattiaknak nem kell egyáltalán egy fillér személyi jövedelemadót sem fizetniük most január 1-től. Ők is most a februári bérük kapkor fogják megkapni már az emelt fizetésüket. Ez akár 20-30-40 ezer forint is lehet nettóban havonta, amennyivel többet keresnek a 25 év alatti fiatalok. Nekik azért fontos ez, mert a dolgozó fiatalok ugyanúgy tesznek a közös gazdaságért, ugyanakkor azt mindenki tudja, hogy még egy 19-20 éves nem minden esetben alapít családot, annak még néhány évnek el kell telni, amíg megtalálja úgymond az igazit. És akkor, amikor már összeházasodik a pár, onnantól kezdve élnek a család és otthonteremtési kedvezmények, onnantól kezdve már támogatjuk őket. De mi gondoltunk azokra a fiatalokra is, akik még családalapítás előtt állnak, lehet, hogy csak 18 évesek, 19 évesek, nekik is az életük megalapozásakor jól jön, hogyha egy néhány tízezer forinttal már így elsőként emelkedik a fizetésük, hiszen élni mindenkinek kell valamiből. Ezért nagyon fontos, hogy rájuk is gondoljunk, még a családalapítás előtt lévő fiatalokra is. Mindezek mellett, amiről pedig még mindenképpen beszélnünk kell, hogy a kabinet mondhatjuk, hogy abban is segít, hogy amikor elmegyünk bevásárolni, akkor ne nagyon vakarjuk a fejünket, hogy mit, miért, mennyit adunk ki, mert ugye itt egy élelmiszerár stop néven ugye tulajdonképpen néhány alapvető létfontosságú termék árát rögzítették az október 15-i árhoz kötődően. Mely termékekre vonatkozik ez a fontos döntés? Olyan alapvető élelmiszerekről van szó, amelyeket minden háztartásban nap mint nap használnak, és így, mivel ebből fogy a legtöbb, ezért a sok kicsi sokra megy elvén, elég sokat spórolhatnak a családok. Ilyen a liszt, ilyen az étolaj, ilyen a kristálycukor, és háromféle hústermék. A csirkemell, a disznócomb, és a csirkefarhát. És itt egy pillanatra, ha szabad, álljunk is meg az utóbbinál, a csirkefarhátnál. Vannak olyan politikusok, akik azt tűzték a zászlajukra, hogy milyen megalázó az, hogy csirkefarhátat mi úgymond hatósági árassá tettük, csökkentettük az árát, kiragadva a hat termék közül a valóban a legalacsonyabb árút. Nem erről van szó, és ha szabad, akkor erre hagy reflektáljak külön. Tehát az az egyik termék, amely a másik két hústermék mellett, tehát a sertés comb és a csirkemell mellett lett az árstopp
csomagnak a része. Tehát nem egyedül erről van szó. De ez is egy olyan kérés volt, amelyet ebbe a csomagba bele lehetett venni. Tehát nem az egyedüli, hanem a hat közül az egyik. Végül, de nem utolsó sorban, ugye többször elhangzott már, hogy február milyen fontos hónap. Én azt gondolom, hogy nem mehetünk el április 3-a mellett sem. Mivel tudnál buzdítani az embereket, és nyilván főként a Rákos mentén és Kőbányán élőket, hogy miért menjenek el ezen a napon, és fejezzék ki a véleményüket? Igen, április 3-án országgyűlési választásokat tartunk Magyarországon. Magyarország egy demokratikus állam, és mint ilyen egy demokratikus választást fogunk lebonyolítani. Nagyon fontos, hogy mindenki, aki részt vesz a választáson, reményeink szerint minél többen, jól átgondoltan a saját maguk és a saját családjuk érdekeit szem előtt tartva fog dönteni. Érdemes azt figyelembe venni, hogy milyen fejlesztések történtek az egész országban, milyen fejlesztések történtek itt nálunk Rákos mentén és Kőbányán. Ennyi fejlesztési forrás, ennyi milliárd forint még sohasem jött útépítésekre, egészségügyi fejlesztésekre, oktatási, nevelési fejlesztésekre, és még folytathatnám a sort. Vagy pedig egy olyan korszakba szeretnénk visszatérni, ami 2010 előtt volt, amikor még Rákos borzasztónak nevezték a kerületet. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy már alig hallom a belvárosiaktól, budaiaktól azt, hogy Rákos borzasztó. Most már azt hallom, hogy milyen ez a Rákosliget, vagy Rákos Csaba, vagy Rákos Kert, Rákos Keresztor, Rákos Hegy, mert gondolkodunk azon, hogy kiköltöznek ide. Úgymond menő lett a kerületünk, és az annak köszönhető, hogy az itt élőkkel együtt, az önkormányzattal együtt és a kormánnyal együtt a helyiekért tudunk nap mint nap tenni. Ez nem is a nagy politika része, ez egy helyi politika, amiről nem is neveznék annyira politikának, ez inkább egy közügyekkel való foglalkozás. Én magam is olyannak gondolom magam, hogy az ember nem a nagy politikába kell, hogy feltétlenül mindig a száját jártassa, hanem a helyi ügyekért dolgozzon együtt az itt élőkkel, az önkormányzattal, és azon törjük a fejünket az intézményekkel és a helyi civil szervezetekkel, hogy mit lehetne még tenni, melyik utcát kell még leaszfaltozni, melyik rendelőt kell még helyrehozni, melyik iskolához lehet még hozzáépíteni, és hol lehetne még egy újabb játszóteret felújítani, a közbiztonságot erősíteni, térfigyelő kamerák építeni. Lépésről lépésről haladtunk ezen az úton egészen mostanáig. Ennyi fejlesztési forrás még kormányzati költségvetésből, állami költségvetésből soha nem jött Rákos mentére. Mi azt szeretnénk, hogy az itt élők érdekeit szolgálva ez így folytatódjon tovább. De az sem mindegy, hogy a választáson milyen olyan döntéseket hozó csoportok mellé állnak, és húzzák be az X-et az emberek, akik esetleg nem az adó csökkentésekben gondolkodnak, hanem az adó emelésekben gondolkodtak 2010 előtt, vagy éppen nem emelték az emberek bérét, hanem csökkentették a bérüket, és erre lehet azt mondani, hogy persze ígéretek, és minden ember okos, el tudja és bölcs, és el tudja dönteni, hogy ha neki a 2010 előtti időszakban elvették a 13. havi nyugdíját, ha elveszítette az állását, ha kórházakat zártak be, hogyha az ő családtámogatását megnyírbálták, hogyha Rákos borzasztónak neveztek itt bennünket, vagy pedig azóta fejlődik a kerület, emelkedett a bére, most már ugye, amint említettük, a régi átlagbér az a mostani bérminimum, minimálbér, úgyhogy ezeket nagyon könnyen össze lehet hasonlítani. És ezek nem csak ígérvények a részünkről, nem lehet látni, hogy mi 2010 óta ilyen politikát folytatunk, aminek már megvan az eredménye, de még nagyon hosszú az út, még nem vagyunk elégedettek, én sem vagyok elégedett azzal, ami még most van. Elindultunk egy jó úton, az emberek, én azt gondolom, hogy már ezt érzik, de még messze vagyunk attól, a színvonaltól, amelyet mi kitűztünk magunk elé.
és sajnos a baloldal nem csak, hogy bizonyította, hogy 2010 előtt nem ezt a politikát, nem ezt az emberbarát családpolitikát folytatja, hanem most ez alatt az elmúlt 12 év alatt és a szavazataival mindig vagy kivonult, vagy nem szavazatát adta ezekhez az emelésekhez, a béremelésekhez, a családtámogatási rendszerhez. Sőt, ma, és ez nekem a legnagyobb szívfájdalmam, egyre másra arról nyilatkoznak, hogy hiba volt a rezsicsökkentésbe vezetni, nem így kellett volna, elhamarkodott ez a gazdaságpolitika, bezzegők a családtámogatási rendszert is módosítanák, abból is elvennének. Tehát az ígéreteik sem olyanok, ami egy bizakodásra ad jogot az embereknek. Úgyhogy én azt kérem minden Rákosmentitől és minden kőbányaitól, hogy ne a politikusoknak higgyen, hanem a saját életének, hogy vizsgálja meg, hogy a saját családja, a saját maga, az ismerősei, a rokonai hogy éltek 2010 előtt, most hogy élnek, és szeretnének-e abba a múltba visszamenni. Mi a jövőt kínáljuk a rákosmentieknek és a kőbányaiaknak, aminek az első lépéseit már megtettük. Vagyis szeretnénk, hogyha ne hátrafelé mennénk, hanem előre. Ezekkel a gondolatokkal zárjuk beszélgetésünket, de további hasonlóan sikeres és eredményes munkát kívánok, és köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a felkérésünket. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!